Vivien Fable, a halkirálynő és a kommandó, 15. rész. Ő nem eszik, nem fogyaszt alkoholt, kávézik és narancsjuice szopogat. Eközben egyetlen szót sem intéz hozzám, viszont a székén hátradőlve mereven néz. Nem megy egyenletesen a vacsorázás ilyen körülmények között nekem sem. Turkálok az ételben, immel ámmal rágcsálom az ízletes falatokat, végül félretolom a megbolygatott tálat, és lenyelek egy egész pohár fehér bort. Rágyújtok. Kész? Érdeklődik nyájasan mogorva. Bólintok. Ettem, ittam, dohányzom. Beszélhetünk. Mi bajod van velem? Kértelek még a kezdet kezdetén, hogy ne nézz engem játékszernek. Nem dobálózhatsz velem. Hiába kértelek. Korábbi hangulatos vacsoránk után ott hagytál, mert az volt a legegyszerűbb megoldás. Minél egyszerűbb? Kérdezem. Annál, hogy megértsd, miről beszélek, mire kérlek. Tehát ott hagytál, és akkor megpróbáltam úgy felfogni, aznap éjszaka egyedül létre van szükséged. Megnyugszol, és folytatjuk. Múltak a napok, és fel kellett fognom, te másképp gondoltad. Mint kiderült, nem tekintetted véglegesnek az elhatározásodat, csak éppen fel akartál dúlni egy kissé. Ez pedig rossz módszer, talán már tudod. Azt vártad, hogy utánad vetem magam, és mert nem így történt, Árgyillal akartál bosszantani. Ez már nagyon sok, Dan. Silány, női logika. Ilyet minden nő ki tud találni. Nincs benne semmi eredeti. De egyet elmond. Dühödben kész vagy az árulásra is. Nagyon szomorú. A mai esetet már fel sem hánytorgatom. Engem is meghallgatsz? Ha már bizalom és szeretet és egyéb nagyképűen hangzó dolgok, akkor csak annyit. Lehet, hogy te Daniel Bellock vagy, de az egészből csak ennyi az igazság. Nem óvatosságból és engem féltve mellőztél a Jillen ügyben. Azért, mert ha veled vagyok, nem folytathatod mellékesen a kisdett titkos csavargásaidat. A Jillen ügy csak ürügy volt arra, hogy rohangálhass fel alá a városban. Ezt később sem hagytad abba. Amikor Martinnal egyik este moziba mentünk, te állítólag aludtál. Mégis égetett a kocsit motorháztetője, amit mellette elhaladva megérintettem. Vagy hánytorgassam fel azt az éjszakát, amikor lejöttél Donaldhez, és azóta sem tudni, röviddel előtte ki vagy kik vertek lapossa. Nem tudom, miben sántikálsz, mert titkolod. Te beszélsz nekem bizalomról. Kész? Kérdezi. Nem, nincs kész. Állítólag filmet forgatsz. Nem akarsz emlékezni elrablására. Te, aki bosszúszomjasan ülsz itt velem, mert egy este ott mertelek hagyni az utcán, te fel se veszed, ami a lányoddal történt. Nem vagyok gyerek már mogorva, és amikor mindezt felsorolom, másról kezdesz beszélni. Ha kiejtem a számon a Holden nevet, bebújsz az asztal alá. Holden, talán megtévesztheted, engem nem. Egyszerűen mindenki süketnek és hülyének teteti magát, ha az a gangster szóba kerül. Miért is higgyem el az alapos és precíz Donaldnek, hogy regényt ír? A főnöknek, aki főnöksége előtt hasonló kaliberű gazemberek esküdt ellensége volt, hogy a név hallatán véreset vizel. Mert ez egy ilyen név, Deniza. Nem igaz, kiáltom. Nyugodtan néz rám. De igaz, én következem? Martinnal moziba mentél, és én aludtam. Ti nem voltatok moziban, és én nem voltam az ágyban. Utánatok mentem, hadd lássam, mi módját választjátok az öngyilkosságnak, és ha kell, közbeléphessek. Amikor láttam, hogy azt az éjszakát már túlélitek, előre siettem be az ágyba. Más. Ellával, bölcsen, nem a lakásodra iparkodtál, viszont Kálvijék, amikor felfedezték az eltűnésedet, ott kerestek. Ha otthon találnak, lehet, hogy nem ölnek meg, csak rád ijesztenek, hogy hallgassa történtekről. Nem találtak otthon, és nem tárgyalhattak veled, de azt sem tudhatták, merre fogsz lépni a következőkben. Hátrahagytak hát egy poloskát. Azóta tudják, nem foglalkozol velük. Minden idődet a rémnek szentelted. Honnan tudsz a poloskáról? Martin és Konrád elmondták, hogy visszamentek a házhoz. Látták bemenni és távozni a tagokat. Megkérdeztem a két fiút, mennyi időt töltöttek a házban az urak. Az az idő kevés volt ahhoz, hogy azt higgyem, valamennyit vártak is rád, de soknak tűnt egy villámlátogatáshoz. Tiszta sor, benn voltak a lakásban, de ennek nem maradt semmi nyoma, ezért aztán körülnéztem. Megtaláltam a szerkezetet a nappaliban a karnistájékán. Beszéltem egy-két hozzáértővel, szerintük valahol a környéken, egy lakásban vagy egy parkolókocsiban nyaraltatták a váltott tagokat, akik a beszélgetéseidre felügyeltek. Megtaláltam a kocsit két házzal odébb. Nem csináltam semmit. Ők unták meg. Nyugodt lehetsz, a poloska odébb állt a házadból. Ezért nem kedvelem,
még a hálószobában sem a vesszőparipád fölemlegetését. Miért nem szóltál inkább? Mit tettél volna? Jó kérdés, belegondolok. Bizonyára zavart volna a tudat, hogy kihallgatnak. Egy darabig csak zavart volna, később allergiás lettem volna, és... Oké, lehajtom a boromat. Kegyeskedik elmosődni. Így tehát tisztába tettük a dolgokat? Nem, ki vagyok fizetve néhány magyarázattal, de a kép még nem teljes. Amit lehetett, elmondtam. Amit nem hallottál, nem mondhatom el, még neked sem. Ezt fogadd el. Hajd csak fejet, de nem teszem, titkos küldetés szimatolok. Újra kezded? Segíthetnék neked. Ügyesen szervezted a Justice Tail kommandó, világra jöttét le a kalappal. Egy zicser mégis becsúszott, Cruz Guard. Nem csak a te életed került veszélybe, Elláé is. Nem akarok utána számolni, mióta nem láttam a lányomat, de talán elhiszed, nagyon hiányzik. És mire volt jó a felhajtás Jay-vel? Mit értél el vele? Az igazi tudja, hogy nincs egyedül. És? Hogyan talál rád? Felad egy hirdetést? Szükségtelen. Itt él a környezetemben. Nem tudom a valódi nevét, de nem is fontos. Bátran megőrizheti az inkognitóját, nem kutatok utána. Olvastad a lapokban a legfrissebb bejelentkezését? Kortyogatja a Juice-t, bólint. Gondolod, hogy előrukkol a szenzációval? Bellock elmosődik. Ha ígérte, feltéve, hogy legutóbb valóban ő jelentkezett. Hogyan szerzi meg a plasztikai műtéttel elváltoztatott emberek fotóit? Gondolom, apránként összegyűjtötte. Kórházakból, innen-onnan. Aprólékos munka lehetett. Némelyik menőklinikán komoly számítógépes nyilvántartást vezetnek. Egy ideig megőrzik minden páciens anyagát, és ebbe az összes fotó és a megváltoztatott arcról készített tervrajzok is benne értendők. A fejemet ingatom. Biztos vagyok benne, hogy bármely kórházba bemennék, nem találnám meg egyetlen bűnöző anyagát sem. Ez biztos. Ha eddig nem, a közlemény megjelenése óta aligha nem törölték a számítógépekből ezeket a személyeket, mások pedig megsemmisítették a kortörténetüket. Folytatom a töprengést. Akkor mire volt jó a Jay-nek ez a húzása? Bellock felemeli a hamutartó széléről a cigarettámat és beleszív. Fintorokba kifújja a füstöt és felnevet. Mire jó? Elterjeszti a maga gyűjteményét, elképzelni sem tudom mi módon. Fényképekkel, adatokkal, és abból az egyetlen forrásból fog dolgozni a rendőrség. Leadhatja a szenzációját az újságokban is, eljuthatja a tévétársaságoknak, de szétszórhatja az utcán, mint ti tettétek. Bárhogyan is, az emberek először is jót röhögnek a rendőrségen, aztán felismerik a tagokat az utcán, a szomszéd lakásban, netán a férjükben. A rendőrségen reggeltől estig csörögni fognak a telefonok. Ez lesz a munkánk, a továbbiakban szinte már látom. Kapunk egy értesítést, hogy XY körözött bűnözőt itt és itt szíveskedjünk elfogni. Odaslatyogunk, bilincsbe verjük, kész. És hiába változtatták meg a fejét, az új lenyomata a régi maradt. A fickó elveszett. Lehet, hogy szimpatizálsz Jay-vel? Elkomolyodik. Lehet, hogy eljutottam egy felismeréshez, ezt már körvonalaztam korábban is. A csata bűnözők és hekusok között több, mint sportszerűtlen. Régebben szent és sértetlen volt a rendőr. Manapság ugyanúgy ki lehet írtani, mint bárki mást. Márpedig, ha szimatolunk valaki után, előbb-utóbb megtudja az illető, hiszen naponta 200 jelentést firkálunk. Nem maradhat titokban. Az persze megint más kérdés, hogy az ilyesmi hogyan szivároghat ki a testületből, most ne is feszegessük. Tehát a vad, akit üldözünk, megneszeli a veszélyt. Támad. Öl. Megöl közülünk egyet, kettőt, kész a pánik. A harmadik, dehogy vállalja a nyilvánvaló öngyilkosságot. A bátrak épp úgy elvesznek, mint a gyávábbak. Az olasz példa elég intő lehet. Államügyészek, csendőrtisztek és közcsendőrök, különleges osztagosok, vizsgálóbírók, tartományi kormányzók, főügyészek és újságírók, akik nyíltan vállalták a maffia ellenes harcot, mind halottak. Többnyire az utcán végezték, géppisztolysorozat vagy bomba, mindannyiszor ilyen feltűnő módszerek szerepeltek a killerek repertoárján. Elrettentésül. A módszer jó, a bűnözőkre pedig nem lehet rávarni semmit, mert a törvény, mint a őket oltalmazná. Ha nincs bizonyíték, kevés a bizonyosság. Tehát el kell fogadni az ő módszereiket. Le a föld alá, titkon dolgozni. Justícia céljait tekintve nem bűnöző. A módszere? Olykor talán ez az egyedül lehetséges megoldás. Te is megölted a rémet. Gyilkos vagy? Nem tudom, nem vagyok egy gyilkos. Kétségeid vannak? Bellock őszintén csodálkozik.
Keresztül mentem rajta az egyik kerékkel, amit előtte tettem, az sem volt kevés. Semmi egyebet nem tehettem, mégsem vagyok teljesen nyugodt. Remélem nem hívnak be abba a bizottságba, ahol eldöntik a halálbüntetés visszaállításának kérdését. Félreértesz, Bellog. Ha Justícia vagy a hóhér végez valakivel, az más. A problémát az okozza, hogy a halálbüntetést ez esetben én hajtottam végre. Megkönnyebbült mosolyt villant felém. Ez az érzés a második alkalommal már nem jön elő újra. Jaj, felelem. Miután minden kérdésedre válaszoltam, mi a következő napi rendi pont? Pillantásom, amit reávetek, arra hivatott, hogy értésére adja, efféle szerintelenségre semmi oka, meg sem rezzen tőle, így hát folytatom a kihallgatást. Ha elfogadom valamennyi magyarázatodat, akkor már csak egy kérdés maradt hátra. Velünk mi lesz? Megtörténik még egyszer, hogy megszelídítjük egymást? Könyv nélkül tudja. Sok-sok türelem kell hozzá. Először leülsz szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása, de minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Nagyon szép, bólintok elismerően. Tehát valahogy mégis zavar. Úgy hangzik, mint a feltételeket szabnál. Bellog legyint. Nyilván azt közli ezzel, hogy nincs stílusérzékem, vagy valami hasonlót. Lehörpintem a maradék boromat. Még mi odabent tárgyaltunk, odakint megvalósult. Papírlapok lepik el az utcát, a kocsik szélvédőit, kilógnak a postaládákból, és ablakok magasában lebegnek. Képtelenség, gondolom, kezemmel egy példánnyal. Nem fénymásolat, nyomtatvány. Első osztályú munka, közli Bellog, megvizsgálva néhány lapot. Az, de egy hadsereg szükségeltetett ahhoz, hogy ezt egy időben a város minden pontján elterjesszék, és felszívódjanak, mielőtt a rendőrség észbe kap. Legelőször nyomda kellett. Semmiség, jelentem ki nagyvonalúan. Minden cégnek, amely kicsit is állt magára, saját nyomdája van a propaganda termékeik előállításához. Meg lehet. Bellog töpreng valamin. Istenem, fohászkodom, ezért mindjárt neki áll nyomozni. Nekivág, és reggelre lecsukja Justiciát és a Phantom Commando összes tagját. Ajaj, kik a Phantom Commando tagjai? Hol van Martin? Amíg Bellog vezet, motorokat lesek az utcákon. A motorosok forgalma azonban semmi okot nem ad a gyanakvásomra. Azon kívül már régen elvégezték a tennivalóikat, a rejtélyes szervezők és terjesztők, miért is rohangálnának idekint. Nekem van alibim, mondom. Akkor hogyan lehetséges? Bellog derűsen nevet. Ez a sejtésem, hogy elrabolták zseniális ötletedet. Mások, de legalább olyan jól csinálják. A papírlap fölé hajolok. Nem találom rajta mogorva fotóját, ez legalább megnyugtató. Azért mégis morgok. Legközelebb szabadalmaztatom, mielőtt kirukkolok valamivel. Megint egy kérdés, ezen a napon a 6000-dik lehet. De ezt legalább Justícia csinálta? Ez már nem blöff, feleli Bellog. Felsóhajtok. Hely, de szeretnék a szemébe nézni. Hát még? Látatlanban nem folytathatom óhajaim sorolását. Meg lehet, hogy acélos izmú nyalka ifjú. Vigyorog az orra alatt. Mint Schwarzenegger? Kikérem magamnak. Az a filmszínész egy felpumpált hólyag lehet Justícia mellett. Friss szerelem a láthatáron, csúfolódik. Ráhagyom. Tanástalan vagyok. A kocsi megáll a lakásom előtt, és Bellog semmi jelét nem adja a szándékának. Nyugodtan ül a volán mögött, arcát felén fordítva. Kiszállok, behajtom az ajtót. Na ugye, ő is kiszáll, a nyomomba szegődik. Semmi felhajtás, csak úgy, alamogorva. Besétál mögöttem a lakásba, és mintha először járna itt, figyelmesen körülnéz. Úgy tetszik, mintha ezer dolgom lenne, valójában azonban őt figyelem. Vigyorog, megjegyzi. Ne bízd el magad, csak az állati szexualitás sodort fel ide. És a lelkiek? Az mi? A kettő együtt harmónia. Majd máskor. Ezzel a kérdés elintézetnek tekinthető. A következőkben besodródunk a hálószoba sötétjébe, ahol elszabadulnak a megfékezett indulatok. Szeretkezésünk olyan küzdelemre hasonlít, amelynek önmagunk legyőzése a célja. Mindez megvalósul egy-két órára. Az eláradó szenvedély kitessékeli a küszöbön túlra mindezt a gátlást, melyet egymással szemben húztunk fel magunkban, fölöslegesen. Elküldi a szégyenét annak, hogy kimondjuk, amit gondolunk, elfedjük,
leplezzük valóságos érzelmeinket. Nem kisebbítjük és nem tódítjuk, kilódul a fenébe minden nagyképűség. Szemérem, felfújt büszkeség követi. Magunk maradunk. Daniel előbb szinte dühötten tisztul meg feszültségétől. Már-már durván beszél és bánik velem, és ezzel a végsőkig elragadtat, hasonlóképpen viszonzom fékevesztettségét, aztán lelassul az áradat, hallgatjuk, érezzük és ringatjuk egymást. Most érzem újra a sebb helyeket. Hogyan történt ez? Mint ha nem is léteztek volna. Mint ha a késessel nem is lett volna rendezvúm. Később lámpát gyújtunk, és már a fény sem foszthat meg bennünket a kitárulkozás vágyától. Szolgálja ezt a csodát, kiterjeszti a teljességet. Megdöbben Daniel őszintessége, de legfőképpen az, hogy erre is képes. Kiadja és feltárja méretetlen érzelmeit, mindazt, amit eddig rezzenetlen arcmaszkja alatt rejtegetett, talán még önmaga előtt is. Magamon nincs mit csodálkoznom, ezt megteszi helyettem ő. Hálásan issza fel szavaimat. Tudtam, féltem, és nem bánom, hogy egyszer elmondom, kikiabálom szerelmemet. Neki, magamnak. Reggel úgy is folytatjuk, mint eddig. A nappal fájtlat borít titkunkra, és úgy teszünk, mint álmodtuk volna, hallgatunk róla, hogy megőrizzük. Felsebzett szánk, sajgó bőrünk és ájult sejtjeink suttognak még magukban, Bellog frissen borotválva vigyorog feldúzott ajkával. És hogyha kapitány leszek, a vállamon 3 arany csillagvirág, és hogyha kapitány leszek, eljegyzek majd egy szép kis fababát. Komornái fehérbe öltöztetik, hosszú uszály, trombita harsog és doppereg, mint mikor a királynéval esküszik a király. Tristan Kingsolve, a kis ólomkatona, Tabgós Irató Károly fordítása. Mint a szándékosan tenném, Martin ügyesen kisiklik a kezemből. Napokon át hiába kerülgetem, később már szinte üldözöm, de mivel a Justícia kommandó legutóbbi bombája valóságos botrányt kavart, szeretném bizonyosan tudni, mi szerepe volt a dologban a fiúnak. Már a külföld is a Justícia osztagot emlegeti, reggeltől estig ez vesz körül. A hivatalos állásfoglalások változatosak. Néhány újságcikk nyíltan támadja a rendőrséget. Vajon nem az ő dolga lett volna nyilvánosságra hozni a körözött bűnözőknek e korszerű trükkét a plasztikai műtétekkel? Felvetik a kérdést. Justícia lenne az első, akinek ez a lehetőség eszébe jutott? De ezzel még nincs vége. Justícia ezúttal hatalmas népszerűségre tett szert. Valóban el kell ismerni, remek húzás volt ilyen munkát végezni, majd eredményét szerte szórni egy ekkora városban fantombódjára. Justícia népi hőst csinált magából. Mindenki róla beszél, éljenezik, tömjénezik. Mivel megfoghatatlan, bárki lehet. Az emberek már szemmel nézik szomszédjaikat, barátaikat, némelyek titokzatos megjegyzésekkel megpróbálják beszélgető partnereik agyába hinteni a magvakat. Én vagyok az. Egy szobas Justícia sínen van. Szívesen megnézném, milyen képet vág a dologhoz. 3 nap alatt 4 személy kerül börtönbe, akiket az őrök lapjai alapján ismernek fel különböző helyeken. A botrány tovább ford. Plasztikai sebészek, klinikák neve robban a köztudatba. Különös módon a hírverés nem árt nekik. Emberek ezreinek jut eszébe, meg kellene műtetniük mostanáig elhanyagolt kozmetikai hibáikat. Talán az orvosok segíthetnének eltüntetni korábbi baleseteik, műtéteik bántó nyomait. Az újságok is besegítenek a reklámba. Ismeretterjesztő cikkek egész sora lát napvilágot, hogy eloszlassa félreértést. A plasztikai sebészet nem luxus, és nem elsősorban a bűnözők barátja. Nem csak ráztalanít és mellett növeszt, vagy kisebbít. Cruz Guard is hozzátehetné magát a témához, hiszen plasztikai műtétek sora következtében remekül gyógyult, tönkretett arca, és a korábbi aggodalommal ellentétben szinte nyom nélkül maradt Grémio Gillen vasalcipőjének emléke. Ő azonban hallgat, mint a tudomás sem venne Justícia újabb jelentkezéséről, bár könnyen lehet, még mindig engem gyanít a háttérben. Videókazettáját mégis kölcsön adja, és elmajszolja a banánt, amit meghámozok neki. Keveset beszél, száját alig mozdítva, és a jelek szerint túltette magát rajtam.
Tilt sem hagyom békén, de hiába fáradok vele, az ügyhöz semmi köze, közli velem, mert kinőtte testületünk határait, ezért hát a különleges szolgálat, vagy az egyház, veti fel, mert justícia misztikus lényé vált, asztalára került. Ha kíváncsi vagy a véleményemre, közli továbbá, elmondhatom, hogy justíciának szurkolok. Bátor fickó lehet, és alig, ha nem nagyszerű egyéniség, ha már is ekkora tábora dúzat, sosem fogják elkapni. Igaz, másokat sem tudom fülön csípni. Miért pont justíciát? Hogyan csinálhatja? Honnan szedi a segítőtársait? Gondolom kézrátevésre meggyógyította népszeme láttára néhány leprás beteget, borrá varázsolta a vizet, kenyérré a követ. Ez eléggé meggyőző, nem? Hintázom a székkel. Vigyorog. Na ez az. Tartok is tőle, hogy végül három lator között fogja végezni. Bellog fütyül a témára, mert a tóból kihúzott nők kiléte továbbra sem hagyja nyugodni, ezért még a forgatást is félvárról veszi, de beszélgetésünk hallatán kinyilatkoztatja. A továbbiakat a pápával tárgyaljátok meg. Fábio tüntetően szemet húgy az ablakon őrjöngő légy provokáló viselkedése fölött. Nem tudom, szabad előhozakodnom egy javaslattal. Egy emberként vetjük rá pillantásainkat, kissé szorongva. Vajon kisütötte a módját, hogyan vegyük elő a sok millió ember közül azt az egyet? Más csüröd ki. Ha a nevezett hímnemű, miért hívatja magát justíciának? Ez enyhe zavart okoz. Lehetne inkább justíció. A kérdés majd orvosi bizottság elé terjesztjük, és ha azok kétséget kizárólag eldöntik, lehet nyelvészkedni. De lehet fényes kedvében van. Ő tudja, mi oka erre. Gyanítom, a regényével lehet összefüggésben repeső hangulata. Sejtésemet apámmal folytatott legutóbbi beszélgetésemre alapozom, amikor tőle tudtam meg, hogy Donald barátom tehetséges, remek tollú író, a szavak a tenyeréből lesznek. További nyilatkozatra nem volt hajlandó, de nyilvánvaló, hogy barátom, aki a halak ríme és a tollforgatás bajnoka, hamarosan első kötetes szerzőként fog közöttünk hatni és dolgozni, elvégre e titokzatos hír nyilvánvaló összefüggést mutat a szerző regénye és apám könyvkiadója között. Nem kalandozhatok el, mert a főnök jő személyesen, gyengéden elbeszélget Bellokkal, majd elveszi tőle az iratkupacot, és átköltözteti az én asztalomra. Aztán hűvösen így szól. Íme az új feladata. Legyen büszke. Derítse ki, ki ez a nő, ki lőtte szét a fejét, hogyan került a vízbe. Elméletileg Daniellel kellene dolgoznia, de neki egyéb elfoglaltságai is vannak, mint tudjuk. Nélkülözhetetlen a legújabb Oscar-díj várományos film alkotásában. Erre vágyott, nem? Most bedobjuk a mély vízbe. Ez a hasonlat nem éppen a legildomosabb jelen ügyben, ez látszik is az arcomon. Nem tudom, hányadán állok a főnökkel, tud-e valamit Bellog gyanakvásáról, miszerint én pontosan tudom az összes választ az imént feltett kérdésekre. Lehet, hogy ezért bízza rám az ügyet, de az is lehet, hogy annak vélt kideríthetetlensége miatt. De bármit sejtenek vagy feltételeznek is szerepemről, azt bizonyosan nem tudják, hogy az elém borított felvételeken látható iszonyú tetem kié. Elsősorban tehát eltakarítom a fényképeket a látószögemből. Másodszorban Lubos Holderre gondolok, aki egyre késik beígért jelentkezésével. Végül felnézek, mert a főnök továbbra is az asztalom előtt áldogál. Most kell megneveznem a tettest és az áldozatot? Kérdezem játszi könnyedséggel. Bellok átszól az asztala fölött. Miért ne? A főnök atyai mozdulattal a vállamra ejti a karját. Pár napig ráér, dolgozzon nyugodtan. Ha kell, kérje meg Ackerert, helyettesítse Danielt. Donald dünnyögése hallatszik. Persze csak hivatalos ügyekben. A beavatottak hálás közönségnek bizonyulnak Ackerert kivéve. Ő visszaüt. Donald, neked hány függő ügyed van? Szívesen megoldom őket. A főnök az ajtó felé lendíti magát. Hallom zsörtölődését. Még egy bajkeverő, tönkre tesznek. Távozása után mindenki úgy tesz, mint a sürgős munkája volna, és ez igaz is, mert kisdett csoportunk sosem fogy ki a megoldásra váró rejtvényekből, de a lázas tevékenység ezúttal látszat csupán. Fiókon mélyére temetem a Belloktól örökölt paksamétát, és edzeni vonulok egyedül. A többiek ezer bajukra hivatkozva ellazsálják, Bellok forgatni siet. Tanos megkülönböztetett figyelemben részesít, és ennek következtében hamarosan verejtékben fürdöm, kapkodok levegő után, és reszketnek a végtagjaim. De ez kevés,
Ennél sokkal több a célja. Személyesen foglalkozik velem. Úgy látszik, a mai tananyagot mindjárt az én feláldozásom révén óhatja rögzíteni a többiekben. Ha a bemelegítés során nem gyakoroltatta volna az eséseket és gurulásokat, ennek hiába gyorsan összetörném magam. Az én segédletemmel vezeti elő a megtanulandókat, és rögvest engem küld, hogy egyenként mutassam be őket a csoport tagjaiba. Mire az a gyanúm támad, hogy egyetlen épp csontom sem maradt, vége az edzésnek. Útjára ereszti a verejtékben fürdő társaságot, majd itt, hogy foglaljak helyet előtte a szőnyegen. A sarkunkra ülünk, várakozom, figyelem a mestert. Mosolyog. Megértettél, ugye? Amennyiben, így kell verekedni. Félrehajtom a fejemet. Ha a rémre célzol, már nem csinálhatom vissza. Michelin gumi által veszett el. Mert történet, hogy bajba kerülsz, és egyetlen autó sem lesz a kezed ügyében, amivel keresztül mehetsz. A Palin vélekedik komoly képpel. Ez a tanos pokolian komolyan tudja venni magát, de valószínűleg így van ez a hozzá hasonló mesterekkel. Persze, ő nyilván nem sokat teketóriázott volna az én helyemben. Ha betennék egy gyufás dobozba az ellenféllel, negyed mozdulattal kifektetné. Hogy ne sopánkodna egy magamfajta szerencsétlenkedése miatt? Na azért megvigasztalom. A testem mostantól veszélyesebb, mint egy tank. Ne csúfolódj, kicsi lány, szarban vagy. Na erre egy pihent ki magad, egy zuhanyozás sem lenne káros. Ja, és régen beszélték Quasimodóval. Helyrehozom. Kitántorgok, majd a vacogásig elidőzöm a hideg vizet záporozó tussózsa alatt. Sóra veszem tennivalóimat. Először visszaszerzem a kocsimat. Remélem, mind a 600 jegyzőkönyv elkészült, ami egy ilyen eset után szükségeltetik, és végre rendeltetésszerű használatba veltem a járművet, nem verekedés és gázolás, hanem közlekedés céljára. Mivel az áldott lobos Holden ígérete ellenére nem jelentkezik, utána kell járnom, miért is gondolta meg magát. Remélem egészséges. Ha nem fizikai állapotának károsodása, akkor mi az ég okozza, hogy nem áll a szavának? Ezt majd gyengéden kiveszem Ágyilból, tökélem el a fagyhalál határán. Törölközni kezdek, fogaim vacognak.